Sean Young, magyar hangja Csomor Csilla. A rettegés arca. További magyar hangok. Kőszegi Ákos, Forgács Gábor, Edelényi Vivien, Maróti Gábor, Mikula Sándor, Csarnói Zsuzsa, Kis Gábor, Német Borbála, Kun Vilmos, Rátonyi Hajni. Zene Joseph Vitarelli. Igen? 1851 West Clark. Wilsontól délre. A külvárosban. Fényképezte Stephen Light. Elég nagy a felfordulás. Egy kocsi menjen azonnal a főpályán. Véres kéznyom. Igen. Baleset a West Union és a Trademark sarkán. Írta és rendezte Rob Fresco. Nem is szurkálásnak nevezném, bár tulajdonképpen az történt. Mégis inkább hentes munkának hívnám. Minden esetre, amikor a szobalány belépett, a nő már halott volt. A gyilkos az áldozat fölött állt és a munkáját csodálta. A lány sikoltozni kezdett, a tettes erre elrohant. A csaj teljesen kiborult, egy órája nyaggatjuk, de csak annyit tudtunk belőle kiszedni, hogy fehér férfi. Beszélhetek vele négy szem közt? Persze. Hello, Gwen vagyok. Már ezerszer elmondtam nekik, hogy hát talált nekem. Világos? Ezért nem vette észre, hogy jövök. Talán a hátáról akar rajzot készíteni? Épp hogy rám nézett. Hogy emlékeznék bármire, amit csak egy pillanatra láttam? Pedig emlékszik. Tökéletesen emlékszik. Ez valóságos férfi, nem maga találta ki. Csak valami azt súgja, hogy felejts el. Az ember elméje szeretné elnyomni a kellemetlen emlékeket. De az elnyomott emlékek örökké kísérteni fogják. Tehát a szemébe nézett. A képe ott rejtőzik az ön fejében. Nyugodjon meg. Van rá időnk. Nem tudom, hol van. Toulouse-ban jártam párszor, de Minnesota-nak ezt a részét nem ismerem. Már hallottam, hogy gyönyörű vidék. Úgy van. Igen, kölcsön tudjuk adni, ha szükséges. Legutóbb a Clevelandieknél dolgozott, néha Washingtonnak is. Neki köszönhetően kapták el a múltkori rendőrjáról támadóját Fishingben. Persze, megértem, hogy ez különlegesen sürgős eset, főnök. Hadd beszéljek előbb Vennel, aztán visszahívom magát. Meg kell mondanom, főnök, mindent, amit hallott, az igaz. Ilyet maga még nem pipált. Különleges tehetség lakozik benne, mintha varázsló volna. Gyermekrablás. Egy kislány alig 7 éves, tudja, hogy van ez egy kisvárosban. Mindenkit felkavart az eset. Mindössze egyetlen szemtanújuk van, semmi más. Az ottani rendőrfőnök hallott magáról, gondolta, hát ha tudna segíteni. Már ma délután oda repülhetne. A legközelebbi reptér 40 mérföldnyire van. Egy Isten háta mögötti kis hely valahol Minnesota-ban. A város neve Redmond. Folyónál van. Minevaska. Tudom, hogy hol van. Megyek és csomagolok. Tehát üdvözletemet Brettnek is Ellennek, jó?
kezd! Ben, meg Geralt? Igen. Hello, Tom Sawyer vagyok. Igen, tényleg így hívnak. Ő pedig Lester McCullmer. Igazán hálásak vagyunk önnek, hogy így készségesen segít nekünk. Milyen volt a repülőút? Tudom, hogy Minneapolisban át kellett szállni. Remek volt, kösz. Hát akkor Isten hozta rendben. Remélem, kedveli a csendet és nyugalmat. Más egyéb sincs itt. Én magam is tanultam fantomképrajzolást. Persze csak levelező szinten. Viszont pár napot együtt töltöttem Atlantában az elmúlt hónapban Bill Taggarttel. Ó, az egy igazi művész. Lehet, hogy maga is találkozott már vele. Járt már valaha ezen a vidéken? A közelben születtem. Moromilben. Tényleg? Moro itt van, 40 mérföldnyire. Meglátogatja a családját, amíg itt van? Nem. Még kiskoromban elköltöztem innen. Nem. Mindenki elment. Remélem megfelelő. Nincsenek előkelő szállodák a környéken. Már jó ideje nem lakják a házban. A rendőrség szokta itt elszállásolni az előkelő vendégeit. Ott van a termosztát. Maga csak beállítja a hőmérsékletet. A kandalló is működik. Hamar befűti ezt a helyet. Talál tűzifát a ház oldalában, ha a meleget szereti. Mikor halt meg az az asszony? Az öreg hölgy, aki itt lakott? Mert meghalt, ugye? Az egyik járőrünk, Joe Goodert, az ő anyja lakott itt. Szegény Joe. Nem bír szembenézni a helyzettel. Pedig már 6 hónapja történt. És azóta én vagyok az első, aki itt alszik. Véletlenül itt volt a katalógusom az autóban. Gondolom elhozta magáit, de nyugodtan használhatja az enyémet is, ha akarja. Standard McKenzie 89-es kiadás. Külön fejezetben az angol szászok. Aztán a feketék, aztán a latinok. Lehet, hogy a magáé frissebb kiadás? Én nem használok katalógust. Nem használ? Ilyet én még nem hallottam. Elárulhatom, hogy én semmire se jutnék az enyém nélkül. Készített rajzot a tanú segítségével? Nem. Helyes. A katalógus megzavarja az elmét. A sok száz szem, a sok száz áll. Az emlékezet túl törékeny. Ha valaki belenéz egy ilyen katalógusba, sokkal nehezebb előhívnunk a valódi képet. Te menj vissza a központba, lesz. Bennel megbeszélünk néhány dolgot. Ha bármi kifogása van a ház ellen, biztosan találunk más helyet. Nem, ez itt megfelel. Tényleg. Le akar pihenni? Köszönöm. Menjünk dolgozni. Éjjel-nappal virrasztanak. A szomszédok hoznak élelmet, az emberek betérnek imádkozni. 5 napja tűnt el a kislány. A főnökünk hallott magáról. Azt hallotta, hogy csodákra képes. Csak próbálom feltárni, ami belül van. Semmi több. Pedig ide csoda kell. Ó, Tom. Szia, fia. Hogy bírod? Nem is tudom. Szerintem ideje volna hazajönned, hogy végre jól kialud magad. Nem bírom még. Hol van a nővéred? Itt van bent. Teljesen tanácstalan. Fogalmam sincs ilyenkor, mit kérhetem. Elfogyott a kávé. A többiek is biztosan innen. Teszek fölé. Ellen, bemutatom Gwen Meggerelt. Chicagóból jött, már beszéltem róla. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Nincs mit. Michael itt van? Ott ül a diványon. Az apja mellett.
mint mindig. Michael, szia. Gwennek hívnak. Szeretném, ha segítenél. Beszélhetnék veled négy szem közt? Jó volna találni egy csendesebb helyet. Bemehetnénk a szobádba? Menj csak, Mike. Nem harapja le az orrod. És mi lenne, ha odaülnénk ahhoz az asztalhoz? Tudom, hogy már százszor elmondtál mindent, de ez most más lesz, rendben? Ugyanis miközben beszélgetünk, én ez alatt el fogok készíteni egy rajzot. Rendben? És most lazítsál, és próbálj nekem segíteni. Meséld el, hogy történt, mikor az a férfi elvitte a húgodat. Zongora leszkéje volt. Mindig elszoktam kísérni őt Mrs. Brummel házához. Szóval, miután elindultunk, átmentünk az erdei tisztáson az út felé. Láttam egy férfit, a fák között állt. Mikor elmentünk mellette, egy hirtelen mozdulattal megragadta Briát, betuszkolta a kocsijába, és elhajtott. Nagyon gyorsan történt. Figyelj, Michael! Azt kérném tőled, hogy nézd ezt egy percig, ezt a kört, és próbáld emlékezetedben felidézni a férfi arcát. És gondold azt, hogy ez a kör a férfi arca. Mit rajzoljunk ebbe a körbe? Hát merre volt? Édes Istenem! Itt lehajtottam Settler felé, a 11-es főútról, és egyszer csak megpillantottam, az út mentén megtalálsz. Köszönöm. Tiszta szívemből köszönöm. Nem is tudom, hogy hogy köszönjem meg. Köszönöm, hogy hazahoztad kislányomat. Jó reggelt! Jó reggelt! Itt lakom. Az erdőn keresztül csak pár száz méterre. Van egy ösvény a két ház között. Hoztam pár briost. Kösz! Jól aludt? Remekül! Hogy van, Bria? Egész jól, mondhatni. Tegnap este az orvos már meg is vizsgálta, sőt, mi is tudtunk vele beszélni néhány órát. Egy házban tartotta fogva. Általában sötét helyen volt, de egy-kétszer jól látta az arcát. Aztán tegnap este bekötötte a szemét, beültette a kocsiba és elindult vele valahová. Elütött egy szarvast. Kiszállt, hogy levonszolja az útról. Szerencsére Briának volt lélek jelenléte kimászni az ablakon és elrohanni. Fajtalankodott vele. És az a pasas még szabadon van. Szeretnénk, ha lerajzolnám, mielőtt elmegy. Természetesen. Tom említette, hogy eljön hozzánk. Hadd kérdezzek valamit. Mennyi ideig fog ez tartani? Körülbelül 3 órát. Annyit nyúzták már eddig is. Ellen, az a férfi, aki ezt tette, még mindig szabad. És lehet, hogy még itt van a közelben. Bria, gyere ide.
Ez a kedves hölgy szeretne veled beszélni, drágám. Lehet, hogy ez egy kicsit megterelő lesz számodra. Esetleg félelmetes. Nem vagyok félős. Csak szomorú. Mit keresel itt? Én is örülök, hogy ismét látlak. Nincs itt semmi keresni valód egészen szombatig. Nagyon jól tudom, miben egyezünk. Ehhez nincs jogod. Ó, szóval nincs jogom. A papám már nem lakik velünk. Szervusz, Csoki Nyuszi! Most dolgoznak, Bob! A fenébe is, Ellen, csak a gyerekeimet akartam látni. Most épp fát vágnék az erdőben, ezek a környezetvédők nem ültettek a nyakamra egy aktivistát. Akkor se járkálj ide, amikor neked úgy tetszik. Hát mondok én neked valamit, ha gyakrabban lehetnék itt, akkor ez a dolog nem következett volna be. Ezt hagyd abba! Megkérdem a mamádat. Ne nézzük meg a tavat? Majd inkább máskor. Egyedül laksz itt? Nem. Tulajdonképpen ez másnak a háza. És mi történt velük? Nem tudom. Mi van abban a szekrényben? Néhány régi kabát. Látod? Pár vacak régi kabát. Mindig a szekrénybe zárt engem. Gyere, lássunk most munkához. Szóval, rajzolok egy kört. És idézd föl magadban annak a férfinak az arcát. Nézd ezt meg. Milyen volt más? Az álla. Sokkal csontosabb. És a bőre. Durva volt. Göröngyös. Jól van, Bria. Jól van. Felhívtam az őrsöt, ők mondták, hogy itt találom. Igen. Kis kutatómunkát végeztem, jöjjön. A fiam. Los Angelesben lakik az anyjánál. Hogy ment a dolog Briával? Jól. Jól tudtunk együtt dolgozni. Remek. A Daily Register le fogja hozni. Holnapra az összes lapban benne lesz. Jól van? Igen. Gwen! Caroline néném a helyi szennylapnál dolgozik. Megkért, hogy készítsek egy fotót az újságnak. Érti? Egy ritka előkelőség. Hogyne.
Kösz. Ha esetleg később megéhezne, van egy mély hűtő. Ha volna kedve velem vacsorázni, felolvasztanék valamit. Jól csinálom. A melegítést. Kösz. De fáradt vagyok. Egy forró fürdőre vágyom, és korán ágyba bújok. A Minneapolis-i gép holnap 4-kor megy. 2:30-kor kell indulnunk. Addigra kész leszek. Azt hittem már elrepült Chicagóba. Még nem egészen. Pár óra múlva indulok. Ó, nem. Ezt én rendezem. Igazán hálás vagyok, hogy eljött segíteni hozzánk. Adj át üdvözletemet Priának. Köszönöm. Hogy végül is eljöttek. Bár ő a mi legjobb emberünk, mégis úgy gondoltam, ebben az ügyben szükség van a segítségükre. Hát igen, ez a dolgunk, főnök. Egy kisvárosi rendőrségtől nem is telik többre. Majd mi belevetjük magunkat a témába, és megoldjuk a kérdést. Maga mióta van az FBI-nál? 12 éve. Ó, jó tudni, hogy már nőket is bevetnek néha a terepen. A helyzet az, hogy itt én vagyok a parancsnok. Csak hagyom Berlinek, hogy eljátszhassa a férfi szerepet. Önbizalmat ad neki. Á, hát itt van. Bemutatom önnek Nina Colette és Brad Radacheket, a Denveri FBI-tól vannak. Én kértem a segítségüket. Tom Sawyer. Igen, így hívják. Tegnap este megtalálták az elütött szarvast a 25-ös főút mentén. Szegény Bria 2,5 mérföldet tett meg, míg fölvették. A keréknyom alapján egy amerikai szedán volt, a régebbi típus. A többit elmosta az eső. Önök is kimehetnek a helyszínre, hogy megvizsgálják a nyomokat. Na, maguk embere készítette? Nem, Gwen Meggerrel a chicagói rendőrségtől, ismeri? Nem, de hallottam a hírét. Autodidakta nem használ katalógust. Nem is tudom. Lehet, hogy régi múlti vagyok. Szóval, mi a helyzet, Tom? Mit kell még tudnunk? Mióta Bria hazakerült, én nem is tudom. Valami aggasztott az ügyben. Úgyhogy tegnap beléptem a komputer adatbázisába. Elkezdtem tanulmányozni a Jenny Blair gyilkosságot Lincoln Cityben. A tavalyi Rodin lány ügyet. A minevaszkai Heisman lány esetét. Nagyon jó, hogy itt vannak. Én vagyok az első, aki kimondja, de vállalom. Egyetlen gyermekrabló követte el az összeset. No. Ha elfogad tőlem egy aprócska tanácsot, egyelőre még korai volna több beszámot használni. Ha megnézi a statisztikát, 7 gyermekrablás volt az elmúlt 2 évben. Nézze, én nem akarom kioktatni, semmi bajom a nyomozói munkájával. A közhangulat az érdekes. Ha az újságok megszimatolják, hogy ebben az épületben valaki többes számról beszél, kitör a pánik, ránk mászik az országos sajtó. Egyelőre találjuk meg az ürgét, oké? Csak annyit mondok, vigyázzunk a kifejezésekkel. Sorozatos gyermekrabló. Semmi nem rémiszti meg jobban az embereket. Semmi. Tom, beszélhetnék önnel? Ó, bemutatom önnek Gwen Meggerelt. Gwen, ő Nina Kohler és Brad Radacek, a Denveri FBI-tól. Beszélnem kell önnel. Még van egy kis elfoglaltságom. Lester kiviszi a reptérre, ha nagyon siet. Én magával akarok beszélni. 1 perc az egész. Elnézést. Az ügyfelem ragaszkodik. Elszúrtam. A rajz nem jó. Újból meg kell csinálnom. Hogyan? Egyszerűen nem jó. Néha nem sikerül rögtön elsőre. Előfordul. Miért nem közölte ezt tegnap? Ma ott virít a rajz az összes labban és postahivatalban. Tegnap még nem tudtam, azért szólok most. Ez meg hogy lehet? Mit tud ma, amit tegnap még nem tudott? Mi változott egy éjszaka alatt? Mindegy, csak higgyen nekem, oké? Elszúrtam. A rajzot újból meg kell csinálnom. Ben, várjon 1 perc! Ben! Ennél maga sokkal ügyesebb. Mi a fene történt? Mondja! Bele akartam nyúlni az emlékezetébe. De
Ő nyúlt bele az enyémbe. Micsoda? Lerajzoltam egy férfit, aki már 30 éve halott. A saját mostoha apámat rajzoltam le. Van egy rossz hírünk, és egy még rosszabb. Melyiket mondjam először? Bradley, maga túl gyakran nézi a MacGyver sorozatot. Nem tudunk semmit. Az eső egy árva lábnyomot sem hagyott nekünk. Meghallgattuk a Briával készült beszélgetés szalagjait, és szerintem nem sokra megyünk azzal, amit elmondott. Bámulatos, hogy a szekrény és a szembekötés között úgy megfigyelt a manust, hogy tökéletes rajz született belőle. De a rosszabb hír az az, hogy az éjjel átnéztem az összes anyagot, és azt hiszem, önnek mégiscsak igaza van. Úgy látszik, hogy van kapcsolat. A három holttest, a három eltűnt kislány, és most Bria. Ez egy ember műve. Remélem, hogy ezzel a rajzolóval kapcsolatban is igaza van, ugyanis a képen kívül semmi nyomunk, amely mentén elindulhatnánk. A jó hír pedig az, hogy van egy jó nagy adag friss szarvashúsunk. Nem tudom még, mit akarnak tőle. Maga is a rendőrség folyton nyaggatja a kislányt. Sajnálom, Ellen. Ígérem, össze fogom szedni magam. Miért kell újból megcsinálnunk az egészet? Azért, mert kell. Nos, figyelj, Bria. Nézd meg ezt a kört. És próbáld meg felidézni. De hisz az az ember. Ő csinálta velem azokat a csúnya dolgokat. Nem, az nem lehetséges. De ő az. Bria, valami nem stimmel ezen a rajzon. Most nézd meg. Nézd meg alaposan. Mi nem stimmel ezen a rajzon? Márpedig ez ő. Az nem lehetséges. Valami nem stimmel ezen a rajzon. Nézd meg alaposan. Igaz. Valami nem stimmel. Helyes. Jó kislány. Akkor nézzük a szemét. Talán a szemével van baj, igaz? Nem. Akkor lássuk az orrát. Talán túl keskeny. Mit gondolsz, rajzoljunk nagyobb orrot neki? Ne. És a szája, vagy az állkapcsának a vonala? Nem. Valami nem stimmel ezen a rajzon. Te magad is mondtad, hogy valami nem stimmel. Tudom. Na de mi az? Mi az, ami nem jó benne? Már nem emlékszem, nem tudom. Jaj, Bria. Ne haragudj, Bria. Nem akartam kiabálni veled. Nem akarom, hogy újra megcsináljuk. Rendben. Mi volna, ha most pihennénk egy kicsit? Tartunk egy rövid szünetet, így jó lesz?
Szerinted honnan van ez a sok víz? Nem tudom, kicsim. Talán Isten teremtette. Ő teremtette bele a vízikígyókat is? A miket? A tó fenekén van egy hatalmas árok, amiben a vízikígyók ezrei laknak. Feketék és sikamlósak ott lapulnak a sötétben és várkoznak. És ha túl messzire beúszol, meghallják a csobogásodat a vízben. Akkor feljönnek a mélyből, a nyakad köré tekerednek, aztán amikor meghaltál, lemerülnek a tó fenekére. És ott az összes vízikígyó belefurakszik a testedbe, és aztán te benned élnek, és belülről kifelé kezdenek enni. Nagyon óvatosnak kell lenned, ha itt akarsz fürdeni. Most miért sírsz? Ma kicsit szomorkás hangulatban vagyok. Történt az igazi apáddal? Ő arról lett híres, hogy ő volt a legutolsó amerikai katona, aki elesett Koreában. 2 hónapra rászülettem. Az anyám még csak ki sem vitt a sírjához soha. Azt hiszem, nem is nagyon ismerték egymást. Minden esetre elég hamar talált magának új férjet. Nehéz lehetett akkoriban egyedül egy gyerekkel. Fakitermelő volt. Valahonnan északnyugatról érkezett. Anyám az ő nevére iratott, pedig törvényesen sohasem adoptált engem. Harry Maggerel. Harry Willis Maggerel. Egyik éjszaka, amikor 5 éves voltam, épp hazafelé tartottak anyámmal, amikor egy részeg beléjük hajtott a 25-ös főútnál. Mindketten azonnal meghaltak. 3 napra rá már Torontóban voltam. Miért pont ott? Érdekes, sosem kérdeztem. Nagyon sok dolog van, amit nem kérdeztem meg. Csak annyit tudok, hogy 3 árvaházban is nevelkedtem, mire 17 éves koromban jött a remek ötlet, hogy autóstoppal elutazzam Chicagóba. Olyan fura ez. Briával. Ez a szoros kötelék. Benne élnek az emlékeim, mintha ő én lennék. Hat gyermekrablás az elmúlt 2 évben. Briával együtt 7. Az összes mint egy 200 mérföldes körzetben. Ezért gondoljuk, hogy ez egy ember műve. Egy megrögzött, gyermekrablói és gyilkosé. Az egyetlen dolog, ami közös az esetekben, a legfőbb támpont, az áldozatok hasonlósága. Mind sápadt arcú, sötét hajú. Olyanok, mint Bria. Vagy mint te. Mi történt? Álmomban megjelent az a férfi. Ssss, jól van, jól van, már nincs semmi baj. Gwent akarom, Gwent, le tudja rajzolni az álmomat. Hívom, hívom.
Halló? Igen. Örülök, hogy hívott. Hello. Hajnalig vele voltam. Azt álmodta, hogy amikor nyúlt felé a férfi, észrevett egy tetoválást a karján. A Szent Szodoma szelleme. Az mit jelent? A Leavenworth-i szövetségi börtönt jelenti. Ez fantasztikus. Ez egy banda? Nem, ez egy bélyeg. A bellakók mindenkinél jobban megvetik a gyermekekkel erőszakosan fajtalankodókat. Leavenworth-ban, ha valaki ezért ül, azt a rabok lefogják és 3 S-betűt tetoválnak a karjára. Egész életre megbélyegzik, ők ekként ítélkeznek felettük. Ez fantasztikus. Itt vagyunk a Matrix úton. Indulunk vissza a központba. Hány van belőlük? 18. Remek. Most jött a Leavenworth-i börtönből. Az utóbbi 10 évben szabadon bocsájtottak, akik gyermekzaklatásért vagy megrontásért ültek. Köztük van, érzem. Na, lássuk csak. Daryl Pine, 40-es. 5 éve szabadult. Jelenleg felügyelet alatt Portlandben, Oregonban. Hoppá, egy pillanat. Thomas Callington, 30 éves. 8 évet kapott gyermekrablásért, szexuális zaklatásért, megrontásért. 18 hónapja szabadult. Jelenleg felügyelet alatt áll Minneapolisban. Minnesotában. Nem rossz, mi? Nem is tökéletes. Azért nem rossz. Élvezted a műsort? Mit akarnak? Ne izgulj, nem akarunk megenni. Mutasd szépen a karodat, Thomas. Adnál csak a másik karodat is, Thomas. Hello. Kettes kocsi jelentkezett. Rendben van, Thomas. Most megyünk és kocsikázunk egy kicsit, jó? Fogalmuk sincs, hogy milyen az. Olyan szörnyen kívánni. Annyira, hogy még a csontjukban is érzik. Minden egyes másodpercben. Minden áldott napon. Minden reggel, ahogy kinyitom a szememet, tiszta szívből imádkozom, hogy kérlek, drága Jézus, add, hogy ma se molesztáljak egyetlen ártatlan kisgyermeket sem. Nem akarok ártani többé senkinek. Nem engedem meg magamnak, hogy bárkit bántsak, soha többé. Látom őket intézni a parkban. Látom őket, amikor mennek az iskolába, de én becsukom a szememet és imádkozom. Én fogom a kezedet, Jézus! Fogom a kezedet, Jézus! Jézus nem hagyja, hogy elbukjak! Jézus, megóvattalan bűnözek! Nos, ez igazán érdekes, Tomás. Nagyon érdekes. Szóval Jézus megóv téged a bűnözéstől, mi?
Akkor honnan a csodából szerezted ezt? Há? Hazudsz, te kis genyfészek! Honnan a fenéből szerezted ezt? Mit keresett ez a te lakásodban? Mi, Thomas? Melyik kislány viselte ezt, Thomas? És most hol van ő? Megcsíptük, és ezt ő is tudja. Akkor készítsünk elő egy szembesítést. Ha felismeri, végeztünk, ha nem, nos, akkor még rengeteg dolgunk lesz. Szólok Milfordnak. Kölcsön kérek tőle egy alaksori helyiséget. Mi volt ez az egész? Minek lóbálta azt a pólót a képébe? Bűnös az ürge, úgy én. Nem erről van szó. Miért játsszuk ki az egyetlen adót? Most tudja, hogy nálunk van. Itt nem lehet nyomozást vezetni. Tudja, mit mondok erre? Hogy ne izgassa föl magát feleslegesen, cowboy, mivel pillanatnyilag úgy áll, hogy nem is maga ennek a nyomozásnak a vezetője. Hello, Ellen! Köszönöm, hogy beviszi. Hitte volna, hogy a mai világban építenek egy többszintes rendőrségi épületet, és nincs rokkant kocsi feljárója? Mellesleg a kislányom nagyon megszerette magát. Bármikor szívesen vigyázok rá. Ameddig itt vagyok a városban, segítek. Köszönöm, Gwen. Lehet, hogy majd élek vele. A Redmond Register legújabb száma. Harmadik oldal. Vágja ki, és tegye az albumába. Viszlát! Egyes! Kilépni! Barát! Köszönöm! Csak nyugodtan! Kettes! Ne izgulj, van időd bőven! Kilépni! Barát! Köszönöm! Harmadik! Kilépni! Balra át! Köszönöm! Négyes! Várjon egy pillanatra! Nézzük még egyszer a hármast. Hármas! Kilépni! Alaposan nézd meg a fickót, kicsim. Biztos vagy benne, hogy nem ő az. Nem ő az, igaz? Nem tudom, kicsim. De nem őt rajzoltad le nekem. Jézusom. Bria, mi nem azt az embert keresünk, akit Gwen lerajzolt, hanem azt az embert, aki elrabolt téged. Emlékszel? Emlékszel arra a rossz emberre, aki elrabolt téged, és azokat a csúnya dolgokat művelte? Ki kell mennem pisilni. Na, bátran. Nézd meg még egyszer ezt a fickót. Ő az, aki elrabolt? Ki kell mennem pisilni. Akkor menj, menjél pisilni. Kimegyek veled, gyere. Nem úgy volt, hogy elmegy a nő? Most egy újabb rajzon dolgozik. Mi? Úgy véli, hogy képes lenne egy még jobbat csinálni. Nem, ez így nem működik. Túl közel kerültek egymáshoz. Ez megzavarta a kislányt. Szegény gyermek azt sem tudja, mit gondoljon. Úgy próbálja meg kitalálni a helyes választ. Annyira biztos volt abban a rajzban. Maga is láthatta. Most csak Vennek szeretne megfelelni. Gyere ide. Gyere ide. Elmegyünk sétálni, te szemét. Igaza van, én is így gondoltam. Azt hiszem, megtettük, amit tőlünk tellett, úgyhogy csomagolunk és indulunk haza. Nézd meg ezt az ember, kicsi! Ő az, aki azokat a csúnya dolgokat művelte vele? Meg a szemét! Pofa be! Mutasd! Ezt a tetoválást láttad? Igen. Ez az a férfi, kicsi? Igen, ő az! Gyerünk! Hát Bradley csak nem halálra rémisztette a kislányt, de sajnos a bíróság előtt soha nem használható ez a módszer.
A legjobb, amit most tehetünk, hogy szabadon engedjük és figyeljük minden lépését. De higgyék el, az a tény, hogy nem tudta azonosítani, még nem jelent semmit. Sokszor megesik, hogy egy fiatal kislány nem ismeri föl a támadóját. Ez meg teljesen ide költözött ez a nő, vagy mi? Mi az Isten ütött magába? Így bánni egy 7 éves kislánnyal? Van fogalma róla, hogy mind ment ő keresztül? Belegondolt egyáltalán, hogy mind mehetett keresztül? Miss Megerel, ideje, hogy most szépen hazamenjen. Kellemes utazást. Nagyon köszönöm a jó tanácsot, de nem magának dolgozom. Remek munkát végzett be. Ideje hazamennie. Gwen! Gwen! Nem is értem, hogy mire vártam. Alaphelyzet a könyvekben. Kisvidéki zsaru csontig benyel az FBI-nak. Nem arról van szó, hogy FBI-os, hanem arról, hogy igaza van. Már nem segít nekünk, csak árt. Túl közel kerültetek egymáshoz. Csak összezavarjátok egymás emlékeit. Megtaláltuk végre az ürgét. Ott van a múltja, ott a tetoválás. Alibije Lukas, mint a szita. Még egy gyermekblúzt is találtunk nála, bár állítja, hogy egy kukából húzta elő. Megvan a pasas Gwen! Kiváló munkát végeztél. Büszke lehetnél rá. Akkor mégis miért akarok sírni? Mi itt egy büntényre szeretnénk fényderíteni, de te... valami nagyobb ügyet akarsz megoldani. Mintha egy halott szemét keresnél. Gwen, menj haza. Itt nem fogod megtalálni. De miért kell most elmenned? Mert itt az ideje. Nem szeretem, hogy ezt csinálják. Gondolom, én sem. Nem értem, hogy miért kell lelőni azokat a kiskacsákat, amikor ők olyan kedvesek. Ott van, fogd meg! Az a férfi, ott a rendőrségen. Börtönbe fog jutni? Úgy gondolom, hogy oda kerül. Szerinted ő volt a tettes? Nem tudom. Te mit gondolsz? Ők akarták, hogy ráfogjam. Ő volt, aki elrabolt téged? Aki a szekrényben tartott bezárva? Az az volt, akit lerajzoltál. Az ki van zárva? Emlékszel? Azt mondtad, valami baj van a rajzal. Emlékszel? Azt mondtad, hogy valami nem stimmel a rajzon. Mi volt az, Bria? Próbáld meg összeszedni magad. Mi volt rossz azon a rajzon? Magukat, hölgyeim! Hogy vannak? Szép időnk van ma, ugye? Én mondom, soha ne is legyen rosszabb! Olyan, mint ő. Hogyan? Az a férfi volt, akit rajzoltál. De olyan, mint ő. Milyen? Kopasz? Kopasz volt? Milyen? Kövér? Kövér, mint ő? Öreg? Az volt a hiba. Pont olyan volt a férfi, amilyet rajzoltál. Csak öreg. Köszönjük Moró Millben.
Jó napot! Tartanak önök régebbi számokat a helybéli lapokból? Természetesen, a Moromil bulletint egészen 1955-től. Átnéznék néhány 1964-es példányt. A júniustól októberig megjelenteket. 1964-ből. Később kér egyet, annál jobb. Nekünk. Kettőkor ott voltam. Azt hittem, taxival ment ki a reptérre. Életben van. Harry Willis Meggerel életben van. Bria rájött, mi a rejtélykulcsa. Hogy öreg. Az elrablója öreg. Várj, Gwen. Itt a dolgok kezdenek egyenesbe jönni. Nem törhetsz be ide egyszerűen. Kérlek, Tom, hallgass meg! Most jövök a Moromilszi könyvtárból. A mostoha apám nem halt meg a 25-ös úton 1964-ben, hanem lecsukták 1964-ben. Hívd fel Leavenworth-t, és kérdezz rá Harry Willis Meggerelre. Azért nem szerepelt azon a listán, mert nem gyermekmegrontásért került börtönbe, hanem gyilkosságért ítélték el. Hívd föl Briát. A férfi, aki őt elrabolta, öreg volt! Végre sikerült beszélnem Washingtonnal. A Roddell lány úgy összes anyagát megküldik nekünk. Magát arra kérem, hogy kérje le faxon az egész Cullington dossziét. És amikor... Akkor 8 órakor. Nálam. Ez minden, amit kaptunk. És beszélt telefonon a kollégával? Nem, azaz, hogy ők hívtak. Beszéltek, de én semmit sem tudtam mondani. Szóval öt államrendőrsége mindössze ennyi anyagot tudott szerezni. Mit mond a különleges csoport? Tom? Most beszéltem Leavenworth-szal. Igaza van, ott volt. 93-ban szabadult. Holnap reggel az egész anyagát megküldik. Itt van Redmondban, látott is engem. Micsoda? Mikor látott téged? Ma délután, miután eljöttem a rendőrségről. Egy kávézóban állt a Mission Street-en, és engem nézett mereven. Ez biztos? Igen, biztos. Szóval tudja, hogy itt vagy. Meglátta a fényképedet az újságban. Ne maradj a házban, azonnal menj át hozzá. Ne gyalog, hanem kocsival. Megértetted? Azonnal menj el oda. Igen, rendben, indulok. Thank you.
sok hazugság. A sok hazugság sok éven keresztül csak hazugság. Kislány voltál még akkor, Uel. 5 éves kislány, akinek nem voltak szülei. Hazudtak a te érdekedben. Volt valami a szemükben, amikor az anyámról beszéltem. Igen nehéz dolog hazudni egy gyereknek. Valahogy belül megérzik. Én is tudtam, hogy valami baj van. Eleget tudtam ahhoz, hogy ne kérdezősködjek. Megfojtotta az anyámat. A nyaka köré fonta a durva kezét. És szorította, amíg meg nem fulladt, mert anyám útban volt, mintha én lettem volna az igazi szerelme. De anyám megérezte. Szerintem ő előbb tudta, mint ahogy én rájöttem. Emlékszem, mikor fölvette a meleg gyapjú kabátját, el kellett mennie valahová, és kaptam tőle egy nagyon szomorú búcsú puszit, és közben kedvesen mosolygott. És hallottam, ahogy beindítja az öreg kocsiját. Hallottam, ahogy elhaladt az úton. Ez volt a legmagányosabb hang, mikor az autó eltűnik. Az út végén, a sötétben. Apám megkért, hogy vegyek fel egy ruhát. Feljött ő is az emeletre, és segített kiválasztani egyet. Először egy fehéret, hozzá fényes fekete cipőt. Aztán valami megváltozott. Éreztem, hogy jön, mint egy szúrós tárgya semmiből. Ó, Istenem! Hirtelen elhallgatott. Ekkor én lerohantam a lépcsőn. És én el akartam bújni. De nem találtam egy bújóhelyet sem. Még kisgyermek voltam. Ó, Istenem! Azok a kislányok! Azok az ártatlan kislányok! Nincs semmi. Nincs semmi baj. Köszönet mindenért, amit tettél. És azért, amit nem is próbáltál megtenni. Thomas Skellingtont a mai napon kiengedjük. Őt már nem gyanúsítjuk ebben az ügyben. Az első számú gyanúsítottunk én már Henry Willis McGerrell, 57 éves, 1964-ben kapott életfogytiglanit. A börtönben megölt egy szövetségi bírót. Ekkor szállították át Leavenworthbe. 10 év múlva lebukott, mikor gyermekpornó újságot találtak nála. Ekkor tetoválhatták rá a 3S betűt. 93-ban szabadult, és valószínű, hogy az első áldozata Melinda Brooks volt, 94 elején. Ez az ember 26 évet töltött rács mögött. A jellemzés szerint intelligens, erőszakos, a parancsnok megfogalmazásában pszichotikus megnyilvánulásokkal. Te jó ég, csak én vagyok ilyen fafejű. Miért kell ilyen hirtelen szélnek eresztenünk ezt a Skellingtont? Azért, mert 30 éves, és a tanunk azt állítja, hogy az elrablója több mint 50 éves lehet. Ó, hogy csak nem arra a 7 éves tanúra gondol, akinek zavart az emlékezete. Ez az egész nyomozás egyre inkább kabarészámba megy most már. Ne izgassa föl magát túlságosan, cowboy, ugyanis már nem maga vezeti a nyomozást. Ahonnan én jövök, van egy kifejezés az olyanokra, mint maga. Csillapodjon, Reddy, higgadjon le! Ne feledje, hogy vendégek vagyunk itt. Nekünk az a dolgunk, hogy segítsük a helyi hatóság munkáját. Rendben, Tom. Akkor folytassa. Henry Willis McGerrell. 190 magas, 90 kiló és 57 éves. Meg fogjuk találni! Megtaláljuk! Nem! Ő talál meg engem.
nagyon szeretnéd elfelejteni. Mégis mindent megteszel, hogy emlékezz. Az összes apró képre, melyeket mélyen elraktároztál. A titokra, melyek agyad legtávolabbi zugaiban rejtőzködnek, nehogy rájuk találj. Miért választottam ezt a foglalkozást? Régen azt hittem, hogy véletlen volt. Elmentem Chicagóba, elkezdtem járni egy zsaruval, aztán rajzolni tanultam. Azt hiszem, valahol legbelül az egészet azért csináltam, hogy egyszer majd lerajzoljam az arcát, és hogy emlékezzek. 10 000 arcot rajzoltam, hogy majd egyszer őt is megrajzoljam. Hiányzol. Te is nekem. Magának köszönhetem ezt az egészet, jól mondom? Megírták még az újságok is. De mellé fogod, hölgyem. Mellé fogod, de nagyon. Alaposan mellé. Azt hiszi, visszamegyek a börtönbe? Azt hitte? Nem megyek vissza! Inkább dögöljek meg! Vagy dögöljön meg mindkettőnk itt ebben a házban! A D-egység. Szabad sávot kérek az összes egységnek. Riadó az összes ügyeletes egységnek. Zöld kód művelet. Gyanúsított az épületben. Ismétlen, gyanúsított fegyverrel az épületben. A nő veszélyben. Itt a B-egység beszél. Csak semmi izgalom, fiúk. Csak a bekötő utakat használjátok. Semmi feltűnés. Tedd már föl azt a rohadt telefont. Halló, itt Harriet Hoover. Kérem a stikoló hang után mondja el az üzenetét. Köszönöm. Szia, én vagyok az. Most megyek érted. Van még időnk bőven a repülőindulásig. Mindent, ahogy megbeszéltünk, oké? Rögtön ott vagyunk. Istenem! D-egység, azonnal menjen a hátsó ajtóhoz és készüljön fel a behatolásra. Minden további érintkezés a 9-es csatornán. Itt a D-egység, vettem. Vége. Azt hiszi, hogy maga ismer engem? Hát úgy nézek ki, mint egy olyan valaki, aki képes lenne olyan dolgokat elkövetni egy kislánnyal! Igen! Egység, mi a helyzet? Minden rendben. Alig pár lépésre vagyok tőle. Megy az erősítés. Amint mindenki elfoglalta a helyét, megyek és bekopogok az ajtón. Mindegyikötök ismeri a jelet. Aztán betörtök a hátsó ajtón, lehetőleg kevés hanggal. Az átkozott kurafi. A fenébe. Miért nem volt lezárva az út?
nem követtem el azokat a dolgokat! Azt a kis blúzt egy kukában találtam! Esküszöm az Istenre! Úgy találtam! Nem volt az már senki sem! Értem jöttek, mert indul a gépem. Ha nem nyitok ajtót, még azt hiszi, hogy valami baj van, és kihívja a rendőrséget. Megmondom neki, hogy csak holnap délután utazom. Szia! Jó napot! Remélem nem alkalmazza, hogy egy kicsit vigyázzon rá. Elég kellemetlen szitu. A volt férjemmel találkozom a bíróságon. Csukja be az ajtót! Nem éppen a legjobb szórakozás egy kislánynak, hogy ezt végignézze. Csukja már be! Rendben. Itt hagyja békén! Riát is elkapta! Nyomás! Nyomás befelé! Nem! Ezt nem csinálom tovább! Jézus kezét fogom! Jézus kezét fogom! Jól vagy? Kiugrott az ablakon! Maradj itt! Szétszóródni, átvésüljük a terepet. Hívj egy kocsit! Nálam van a fegyverem! Nálam van a fegyverem! Vigye gyorsan Milfordba! Ne a klinikán! Nem, Milfordba! Lehet, hogy operálni kell! Induljon! Elérte a műutat! A fenébe! Beszállt egy kocsiba! Buick Sedan 84-es lehet! Minnesotai rendszám! Nyugatra tart! Hayward felé! Menjünk! Szerintem Red Creek felé ment. Minden esetre jól tud futni a pasas ahhoz képest, hogy 57 éves. Igen. Én is láttam. Ugye nem sokára visszajönnek a rendőrök? Nem tudom, kicsim. De nem az igazit üldözik. Ugye? Felhívom a mamádat, hát ha hazaérkezett. Menjünk, autókázzunk egyet. Merre? Nem is tudom, autózzunk be a városba. Menjünk, add a kezed. Na. Nem maradhatunk. Gyere, menjünk át Tom házába.
Menj hátrébb! Jöjjön már valaki segíteni. Igen, 5 percet szóltam be egy mentőért. Az autószállító már itt van. Hol késik a mentő? Jöjjön azonnal. Majd én megpróbálom. Nézze meg, lélegzik-e. Maga ott, menjen le, segítsen. Nagyon nehezen tudok hozzáférni. Halló? Tom, hol vagy most? Körülbelül 40 mérföldnyire a várostól nyugatra. Ott ki beszél? Adja nekem Tomot. Ott van valahol? Tartsa. Tom, halló! Azonnal adja nekem Tomot! Kérem, van ott valaki? Halló! Óvatosan, kis cica! Richardson, gyere már! Segíts! Tartja! Húzd! Biztosítjátok az utat a mentőnek! Egy perc és a helyszínen vagyunk! Skellington? Akkor hol lehet meggerel? Halló! Bria! 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 Nézd csak! Milyen gyönyörű szép nő vált belőled, kislányom. Most pedig menjünk vissza a házba. Gwenny? A kezed. Hát hitted volna? Egy boldog, szerető család. Már nagyon vártam a találkozást. 4 napja bujkálok itt az erdőben, hogy a közeledben lehessek. Ezek a zsaruk aztán jól elrohantak. Kit kergettek? Valami betörőt? Hiányoztál nekem. Ott feküdtem abban a sötét kis zárkában, és csak te jártál a fejemben. A kis szád. A kezed, ahogy játszadoztunk. Remélem, hogy te is gondoltál néha rám. Igen. Tényleg? Jól esik hallani, ez sokat jelent nekem. Ne küldjük el Briát, akkor kettesben lehetnénk. Te nem sokat változtál, igaz, Gwen? Bár szerintem senki sem változik.
Csak arra gondoltam. Mire? Mire gondoltál? Hogy átrázol? El akarsz csábítani, hogy aztán kijátszhass? Menj be a szekrénybe. Négy szem közt akarok beszélni Gwennel. Nem. Priya! Nem értem, miért panaszkodnak egyesek, hogy engedetlen a gyerek. Azok nem tudnak gyereket nevelni. Miért nem halsz már meg? Eresz csak ki a mérgedet, Gwen. Te undorító, átkozott szemét! Mennyi szenvedést akarsz még okozni, hm? Miért nem akasztott föl végre magad? Nem megy az ilyen nagyon könnyen, Gwen. 26 évet húztam le a börtönben, és nem fogok csak azért megdögleni, mert te azt akarod! Elegem van belőle. Elegem van! Abból, hogy a nők azt szajkózzák, hogy a férfiaké a hatalom, mintha mi hoztuk volna a gonoszt a világra. De hidd el nekem, a férfiaknak nincs hatalmuk, csak a nőknek. Nagyon jól tudják ők, hogy mit akarnak. Pontosan tudják is azt is, hogy miként kapják meg. Na mi a probléma, Gwen? Mi a bajod, Gwen? Mi a bajod? Nem tetszik a látvány? Nézd meg jól a művedet! Mert te vagy az, aki ilyenné tettél, Gwen! Erre ritkán van szükségem. Az erős kezek. Végül is egyszer minden körbe zárul. Én voltam az életedben az első, és ma este én leszek az utolsó. Pont olyan vagy, mint az anyád. Most eszembe jutott, hogy mi volt azon az éjszakán, amikor meghalt. Rajta kaptam, hogy csomagolja a holmitokat. Rájött a kettőnk dolgára. El akart vinni tőlem az éjszaka közepén. Igen, pont olyan vagy, mint ő. Hát azért kicsit megöregedtél, Gwen. Olyan szép kis gyermek voltál. Szép, hosszú életed volt, Ben.
és csiribá. Menjünk inkább haza. Felolvasztok pár szelet húst. Meglátogathatnál Chicagóban. Hát, ha a szívemet is fel tudnád olvasztani. Magyar hangok. Csomor Csilla, Kőszegi Ákos, Forgács Gábor, Edelényi Vivien, Maróti Gábor, Mikula Sándor, Csarnói Zsuzsa, Kis Gábor, Német Borbála, Kun Vilmos, Rátonyi Hajni. Magyar szöveg Cser László, hangmérnök Steiner András, rendezőasszisztens Hornyák Mihály, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Kosztola Tibor. A szinkron a Videovox Stúdió Kft.-ben készült. Forgalmazza a UIP Duna Film.